Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális jóslás. Kavarom a kártyákat, és megnézzük azt, hogy mit üzennek a képek. Itt látható egy fontos hír. Jön a postás, átnyújtja számodra ezt a levelet, persze ez lehet e-mail is. A lényege az ennek a kártyának, hogy lesz egy hír. Miről van szó? Azt mutatják a többi kártyák. Itt látható a barátság. Ez lehet, hogy egy barát vagy egy barátnő ír neked, de az is lehet, hogy a lelki társad olyan barátilag közeledik hozzád. Amit a kártya még jelenthet, az ő ártatlansága, és ír neked, be akarja bizonyítani azt, hogy ő hűséges. És mi van vele? Ez az özvegy férfi azt jelenti, hogy ő lezárt bizonyos kapcsolatokat, és egyedül érzi magát. Keresi újra veled a kapcsolatot, kezdetben olyan barátilag. Itt a lelkész esküszik valamire. Ő is esküszik, hogy egyedül van, és hogy hűséges. De itt látható azért a hamisság. Nem minden szava igaz. A hamisság az is lehet, hogy ő barátilag közeledik hozzád, de itt nem barátságról van szó, hanem szerelemről van szó. De nem beszél nyíltan érzelmekről. Ne kérdezgesd, hogy van-e valaki-e, vagy hogy az igazságot mondja-e ki igen vagy sem, hanem tartsd meg a büszke tartásodat. Itt látható ez az orvos. Ez lehet egészségügyi téma. Az is előfordulhat, hogy ez a férfi ezen a területen dolgozik. Amit a kép még jelent, hogy valaki meglátogat téged, és ha valami betegít téged, akkor ez a férfi segít neked. Persze a férfiak gondoljanak másképpen, mert náluk akkor egy hölgyről van szó. Itt lesz örvendezés, családi kapcsolatok, vagy egy meghívás, tehát itt előre mennek a dolgok. És itt is látható ez a levél, tehát közeledik valami vagy valaki hozzád, itt lesz egy jó hír, ő esküszik valamire, hogy egyedül van, hűséges, és szeretne valamit javítani a helyzetén, lesz egy találkozás másokkal, vagy lesznek baráti vagy családi kapcsolatok, esetleg egy meghívás, egy ünnepség, de ne kérdezz sokat, hogy mi van vele, hagyd, hogy ő mondja ezt el magától, és őrizd meg a büszke tartásodat. Az, hogy itt a hamisság megjelenik, itt ez a cica utal a hamisságra, az előfordulhat, hogy az ő környezetében vannak még hamis személyek, lehet, hogy itt ennél az ünnepségnél, és ez betegíti őt, de itt javulni fog a helyzet, hiszen az orvos itt megjelenik, tehát ennek a képnek van gyógyító hatása is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!